Üdvözlök mindenkit a Videodrom Filmes csatornán, nézzük a Hivatlan című film bemutatóját. A pandémiának köszönhető, hogy néhány kisebb alkotás meglepően nagy sikert aratott az észak-amerikai autós mozikban. Ezek közé tartozik a Hivatlan, mely mindenfajta marketing nélkül négy hétig vezette a bevétel listát. És ami igazán nagy szó, hogy sikerét elsősorban a nézői, illetve kritikai visszhangoknak köszönheti. A történet a múltban kezdődik, majd ugrunk a jelenbe, és megismerkedhetünk a főszereplőnkkel bennel a problémás tinédzserrel. A fiatal különböző okok miatt az apjával kell töltenie a nyarat, ami eleve nem nagyon tetszik neki, de ez az érzés továbbfokozódik, amikor rájön arra, hogy a szomszéd asszonyt megszállta egy boszorkány. Ugyan ezen felfedezését próbálja másokkal is megosztani, de nem nagyon hisznek neki. Bár az alapsztori nem tűnik túlzottan érdekesnek, mégiscsak működik a filmben. Az alkotás kimondottan feszült, és tele van zavaró képekkel, bár félelmetesnek nem nevezném. A fiatal szinte kezdő rendező páros minimális költségvetésből összehozott egy fogyasztható horort. A kezdés kimondottan sötét és horrorba hajlik, azonban utána számtalan úton elindul a film. Megidéződik a Stranger Things, a hátsó ablak, a frászkarika, illetve egy picit az ívölded is, de egyik másolatának sem nevezném a hivatlant. Érezhető, hogy az alkotók a felvezetés után több stílusba is szerettek volna belekapni, de sajnos nem sikerült a műfai házasítás. A Coming of Age vonallal leginkább az a gond, hogy a szál nem tud kiteljesedni, ugyanis ehhez túl rövid a film játékideje. Pont ennek köszönhető, hogy ugyan a hivatlan nagyon sok dologba belekap, de ezek közül jó párat félbe is hagy. Az, hogy az alkotás a különböző műfajokat próbálja házasítani, leginkább az első felére jellemző. Utána kibontakozik a boszorkányvonal és a hororé a főszerep. Bár ebben a részben sem tud túl sok újdonságot felmutatni a mozi, de maga a téma nem nevezhető túl használtnak, így mégiscsak frissítőnek hat. Érezhető, hogy az alkotókra mely filmek voltak hatással, amikor a hivatlant forgatták, ennek ellenére sikerült elkerülni, hogy másolatnak hasson. A hivatlanban a horror vonal tulajdonképpen rendben van, a probléma inkább az elejével van, mely a sok szál ellenére viszonylag lassan építkezik. Kitérnék arra is, hogy a filmben ugyan van néhány nagyon jó jelenet, de ezek egy része kicsit blöffnek hat. Gondolok itt arra, hogy nem azért érezzük váratlannak, mert az, hanem azért, mert indokolatlan. Azonban ami miatt mindenképpen jár az alkotó párosnak a dicséret, az a film hangulata, illetve stílusa. Egyértelműen a 80-as évek horrorjait vették alapul, és ezen a téren egész jó funkcionál a hivatlan. Továbbá azt is kiemelném, hogy ez egy tipikus olyan alkotás, ami nem igazán érződik, hogy milyen kevés pénzből készült. Tény, hogy a rendező páros ugyan nem vállal sokat, de pontosan tisztában vannak azzal, hogy mennyi fér bele a bűcsébe, és pont annyit mutatnak. Az alaptörténet, illetve a forgatókönyv egész jól funkcionál, csak néhány dialógusnál éreztem azt, hogy életszerűtlen. Pozitívum még, hogy a hivatlan végén van egy csavar, ami egészen meglepő. Kétségtelen, hogy a filmnek a zsánát nem sikerült megreformálni, de sokkal jobban működik, mint például a Gonosz Csoda. Szerintem, aki kedveli a műfajt, annak megérje egy próbát tennie vele. Én a magam részéről 55%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!